Galatákhoz négyes fejezet így kezdődik. Kevés olyan vers van Saul leveleiben, amely nem okoz problémát az embereknek. Fejezetekről vagy könyvekről nem is beszélve. Azonban talán egyik sem annyira ellentmondásos, mint a Galatákhoz írt levele. Ezért ebben a sorozatban ezt fogjuk megvizsgálni. És meg fogjuk nézni versről versre, hogy mi is az, amit valójában Saul mondani szeretett volna, illetve mondott. És hogyan is kellene értelmezni az ő szavai. Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondviselők alatt van, az atyától rendelt ideig. Galatákhoz írt levelének harmadik fejezetében megtudhatjuk, hogy mi is az, amiről Saul beszél. Nincs jahudim, vagy zsidó, sem vagy vagyis görög. Nincs szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok másják a húsában. Azaz mindenki, aki a hitből él, a hit által éli az életét, az mind egy, nincs külön szabály ennek, meg annak, meg ez, ennek a törvény, annak a hit, egy az egész. 29. ha pedig másiáké vagytok, tehát Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. Ezekről az emberekről beszél, akik örökösök, akik a királyságban együtt lesznek a másiákkal, ők az örökösei ennek a világnak. Ez az, amiről beszél. Ugyanezt mondja a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetében. 15. versítszó, mert nem kaptatok szolgaság lelkét, vagy ruák ismét félelemre, hanem fiúságnak ruákját, lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abba, atyám, abba, ugye, héberül, atya. Ez az a lélek, ami visszavezet minket az atyához. Ami azt akarja, hogy az atya akaratát teljesítjük. Teljesítsük. Ezért mondja, hogy kiállt abba, Atyám, hogy mi, mi a teendő, mi az, amit tegyek. Ez az a ruák bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Elohim gyermekei vagyunk. Azaz minden embernek van egy saját lelke, és ez az, amit segít ez a ruák, mely huától jön az Atyától. Ez az, ami elvezet minket az igazsághoz, a vigasztaló, mely elvezet minket minden igazsághoz, és eszünkbe juttatja azokat a szavakat, melyeket a másiák mondott. Így tudunk visszajutni az atyához, hogy megmutatja nekünk az utat. Az útnak vannak instrukciói, melyeket be kell tartanunk. Ez az, amire elvisz ez a ruák minket. 17. Ha pedig gyermekek, azaz Elohim gyermekei vagyunk, örökösök is. Örökösei a Huának, örökös társai pedig a Másiáknak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg, azaz ugyanúgy éljük az életünket, ahogyan ő, akkor fogunk eljutni oda, hogy a királyságban vele együtt örököljük az egész világot. Ez az, amiről beszél. Az, aki a hit által él, az meg fogja kapni a lélek bizonyságát, maga a ruak Hakodes a Szent Szellem fogja vezetni őt, és így vissza tud menni az atyához, ezáltal lesz az ő gyermeke, és az örökös társa. Egy érdekes párhuzam egy a hármas fejezettel, vagy egy János hármas fejezettel, mert így szól, szeretteim most Elohim vagy Jahu a gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, ugye még nem tudják, hogy pontosan, hogy fognak kinézni, erre utal, hogy hogyan, hogyan is lesz az pontosan, de tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van, kit az atyát magát. Majd, ha eljutunk odáig, akkor meg fogjuk tudni látni őt. Ugye most nem tudjuk ebben a formában, hiszen ő maga a fény, az igazság, ezt nem tudja egy ilyen szervezet kezelni azt a látványt magát. De a következő két verszak érdekesebb. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, nem azt mondja, hogy már újjászülettem, és meg vagyok mentve, és én már ott vagyok, csak várom, hogy tulajdonképpen meghalljak, azt mondja, hogy akiben megvan a reménység ő iránta, a hit, aki abban reménykedik, hogy ő el fog oda jutni, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Akinek ez a reménysége megvan, annak tisztán kell élnie. Az nem élhet úgy, mint a világ, úgy, ahogy a maga az atya is tiszta, aki azt mondta, hogy szentejétek meg magatokat, mert én, ahol szent vagyok. Ezért mondta, nem lehet akár, hogy élni, meg mondogatni, hogy ezt nem lehet betartani, vagy, vagy ez egy átok, vagy egy rabság. Arról beszél, hogy megtisztítja magát. Hogyan? Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. Ez az, ahogyan el lehet az kerülni, hogy valaki nem szegi meg a törvényt. Mi ennek a módja? És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, nem a törvényt, a mi bűneinket, és ő benne nincsen bűn. Ugyanerről beszélt Saul is, mikor azt mondta, hogy a lélek az, ami vezeti az embert, és az, ahogyan élnie kell az embernek. Ha valaki úgy él, az nem fog törvénytelenséget elkövetni, azonban... Ehhez meg kell tisztítania magát, akkor fogja vezetni majd az a ruák, és úgy lesz ő is maga idézőjelbe téve szent, vagy elválasztott a világtól, vagy Kodes. Rómaiak az negyedik fejezetben szintén erről ír, mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, Jicáknak és Izsáknak és Jakobnak, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Nem azért ajándékozta a világot Ábrahámnak, és ígérte, mert Ábrahám betartotta a, a törvényeket. Az csak a következménye volt Ábrahám hitének. Ábrahám előbb hitt, hiszen ez a hit vezette rá őt arra, hogy a cselekedeteket megtegye. 1 Mózes 26:5 ahol leírja, hogy Ábrahám igenis megtartotta a parancsolatokat, a törvényeket, a rendeléseket és a megtartandókat. Neki ugyanúgy voltak ezek, mint ahogy nekünk van. Előbb jön a hit, az pedig megnyilvánul a cselekedeteiben. Erről beszél, ez által lesz e világ örököse. Ugye arról beszél, hogy ezek az emberek fogják a világot majd uralni, a másiákkal ezer évig. Mert ha azok az örökösök, akik törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret. Ha valaki nem hisz, csak csinálja a törvényeket, az utasításokat, az nem fog tudni eljutni oda, hiszen aki Elohim elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik zsidókhoz 11 hat hit nélkül lehetetlen Elohimnek tetszeni, azaz Jahuának, az mert aki Jahu elé járó, hinnie kell, hogy ő létezik és megütalmazza azokat, akik őt keresik. Ha valaki nem hisz, az nem fog tudni eljutni oda. Ez ennyire egyszerű. Nem arról beszél, hogy aztán ő csak rohagál fel alá és mondogatja, hogy ő hisz. Arról beszél, hogy utána kikutatja, hogy mi az, amit ő akar és úgy él. Aki őt keresi, azt fogja megjutalmazni, nem aki mondogat. Erről már volt szó, nem olyan rég az egyik élő adásban, ez Lukács 20 fejezet 13-15. Mondd azért a szőlőnek ura, Yahoo az atya. Mit cselekedjem? Elküldöm az én szeretett fiamat, talán azt, ha látják, megbecsülik ki a szeretett fiai ha másják a megváltó. Őt küldi el, ez az az időszak, amikor a földön járt. Elküldte kihez? A Yahudimhoz, akit ma a zsidónak hívnak. Elküldte hozzájuk, hogy megmutassa nekik az utat, és visszavezesse őket az útra. Ők azonban nem akarták miért, mert ővék volt a hatalom, ővék volt a tudás, a hatalom. Ő hozzájárultak mindazok, akik ezt az utat járták, ő nekik vitték az ajándékot, az áldozatokat, ők ebből éltek. Ezért nem akarták, hogy a, a másiák elterjessze azt a nézetet, amit ő vallott, hogy hitből igazul az ember. Él a törvény szerint, a többi része a törvény cselekedetei, az áldozatok, a, a hozzáadott farizeusi törvények, ezek azok, amik nem kellenek. Ez volt az összetűzés oka. De leírja 14-es mente, mikor azt látták a munkások a jahudim, tanakodának egymás közt mondván, ez az örökös? Érteköljük meg őt, hogy miénk legyen az örökség. Mi az örökség? Elmondta az előbb, hogy az egész világ az örökség, hiszen ő fog uralkodni a világon. Ezek az emberek tudták, hogy ez veszélyt jelent az ő megélhetésükre. Hiszen ha eltölli az áldozatokat, a papirendet, és rajta keresztül közvetlenül mehetünk az atyához, onnantól kezdve nekik nincs funkciójuk, nincs hatalmuk, nincs megélhetésük. Ezért mondta, hogy jöjjük meg, hogy miénk legyen az örökség, hogy ne, ne tudja ezt a nézetet elterjeszteni. Ez a hit. Ha az ember nem hisz, az ő ajándéka, vagyis az ő életmódja nem lesz elfogadva, hiszen ha valaki gépiesen csinálja, nem tud eljutni az atyához, hiszen a hit az első és legfontosabb, az indítja el az embert, az azonban utána a törvény követésében nyilvánul meg, hiszen a lélek erre vezeti rá az embert. És kivetvén őt a szőlőből megölék, mit cselekszik azért a szőlőnek ura azokkal? Mit cselekszik ugye? Ja, az atya azokkal, ez kiderült, 70-ben, mikor Titus lerombolta Jeruzsálemet. Ugyanaz, amit akkor fog cselekedni, mikor másodjára eljön, akinek kétsége van e azt megnyugtatom, hogy nem lesz ez másképp a második eljövetel idején, sőt, előtte sem, ő nem fogja azokat az embereket, akik nem engedelmesek és nem alázatosak, ő nem fogja azokat beengedni a királyságba, miért is engedni, hiszen bűnnek nincs helye ott. Ugyanezről erről ír már 12.6.8, ugyanezt a történetet mondja, akárcsak Máty, Máté, 2137 39-ig. Nézzük meg, mit mond Jesse Jahu, hogy Ézsaiás 65 9 10 ig így szól. És nevelek Jakóbom magot, és Jahudába, aki hegyeimnek örököse legyen. Ki ez a mag? Jahusá másják. Jakób, és előtte Ábrahámnak szólt az ígéret, hogy a te magodból áldatnak meg a földnek minden népei. Nevelek Jákobból magot, ez az a mag, honnan azon belül Jahúdából, ugye Jákob Izrael, a 12 törzs, annak egyik törzse Júda, Júda Júdának a leszármazottja Dávid, vagy Daud, onnan tovább vezet a vérvonal, egészen eljutunk a más siákig. Nevelek magot, ki hegyeimnek örököse legyen, ez lesz az örökös, erről volt szó az előbb. Ezt tudták a az akkor élő Jakudém, a zsidók, ugyanúgy, mint ahogy elmondta Saul és az összes többi. Ez az az örökös. És bírják azt választottaim, és szolgáim lakjanak ott? Kik lesznek ott vele? Erről beszéltünk az előbb. Azok, akik úgy élnek. De érdekesebb a tízes, és lesz Sáron nyájak legelőjévé és Áhor völgye, barmok fekvőhelyévé, népem számára, kinek, aki engem keresett. Mirülisau, vagyis zsidókhoz, hogy megjutalmaz azokat, akik őt keresik. Annak fogja ajándékozni ezt a területet, aki őt keresi. Aki őt keresi, az nem élhet másképp. Az, az elhiszi, hogy ő van, a Ruach halkodás vezeti az ő lelkét, és az úgy fog élni, ahogy ő jahu az atya előírta, jahu se ha másiek a fia által, aki által a világot teremtette. Nem lehet megkerülni a törvényt. A törvény képezi ennek az egész szövetségnek az alapját. A törvény az, amin alapszik a kapcsolat Elohim és az ő népe között. És ebben minden nép beletartozik, nem csak a, az izraelita, vagy a zsidó, vagy a jaudim, az összes. 5 Mózes, Debarim 29-es fejezetből egyértelműen kiderül. Ti e napon minnyáján előtt, a ti hatalmasságotok előtt álltok kihez, ugye Izrael? A ti főembereitek? törzseitek, véneitek, tisztartóitok, jisánlek minden férfia. A ti kicsinyeitek, feleségeitek, és ki? A te jövevényed, az idegen, aki között, közötted lakik, aki te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is. E napon minnyájan, Jahua előtt álltok ezek az emberek mind ott vannak a szövetség megkötésekor. Hogy szövetségre lépj Jahuával. Ki? És rá? A jövevény, a favágó, a vízmerítő, mindenki, aki ott volt, szövetségre lépett. És pedig az ő esküjével, amelyet ma köt meg veled, Jahuá, te hatalmaságod. Mindenki megkötötte ezt a szerződést hogy az ő népévé emeljen ma téged, azaz mindenki a népe lett, aki ott volt, ő pedig legyen néked hatalmasságot, amiképpen szólott néked, és amiképpen megesküdtet a atyáidnak, Ábrahámnak, Jecáknak és Jakobnak. Erről volt szó az előbb, hogy ennek az örökösei szeretnénk lenni. Már akkor is ott volt mindenki. És nem csak ti veletek kötöme szövetséges, és esküvéses kötést, Izrael minden férfia, hanem azzal, aki itt van velünk, itt áll e mai napon, Jahua előtt, a mi hatalmasságunk előtt. Ki van még ott, a jövővény, aki a te táborodban van, a favágó, a vízmerítő, mindenki. Nem az, hogy ez, ez csak a zsidók törvénye, vagy akárkinek a törvénye. Mindenki ott volt. Erről beszél itt mindenki, aki itt van, azzal kötöm. És azzal is, aki nincsen e mai napon itt velünk. Ki az az ő leszármazottaik? Az az mindenki, aki utána él a Földön. Mindenkivel megkötötte ezt a szövetséget. A szövetség alapja a törvény, az instrukciók, a tora. Minden más erre épül rá később. Az áldozati törvény ehhez csatlakozik, stb. Azonban az alapja a tora. Azon fölösleges gondolkozni, hogy áldozza e vagy ne. Ne kövesse bűnt, és akkor nem kell áldoznod. De ha valaki bűnt követel, akkor ott a tökéletes áldozat a más abban kell hinnie, megtérnie a bűnéből és élnie tovább. A lényeg azonban az, hogy egyértelmű mindenki számára, hogy itt volt az összes nép, mindenkire vonatkozik a szövetség. Az, hogy ki fogadja ezt el, ki él az szerint és ki keresi őt, az egy másik kérdés. Iheziká elnézik ilyen 47-es fejezet 22-23, így szól. Ezt még egyszer mondom azok számára, akik azt mondják, hogy egy törvény van a zsidóknak, meg egy másik törvény van az egyháznak, az egyház úgy él, mint a pogányok, és majd őket el fogja ragadtatni, és ők ott fognak majd repülni az égben, amíg itt a földön majd lesz a káosz. És legyen, ugye kézik el 40 48-as fejezetig leírja az, a harmadik templomot, illetve az életet a királyságban. 47-es így szó. És legyen, hogy sorsvetéssel osszátok el azt magatok közt, és a jövevények közt. Mit? Ezt a földet magatok közt Israel nemzetségei szerint. Azt a földet, melyet ígért Ábrahámnak, hétszáknak és Jakobnak. Azt javaslom, akit érdekel, olvassa az egész fejezetet, sőt a 40-48-ig az egész szakaszt. Ezt a földet, amit örök, örökségül bít, ezt Sorsvetéssel osszátok el magatok közt és a jövővények között, akik közöttetek lakoznak, akik közöttetek fiakat nemzettek, és úgy tartsátok őket, mint aki ott született a Jéssel fiai között. Veletek együtt sorsvetéssel legyen örökségük Jéssel nemzetségei között, és úgy legyen, hogy amely nemzetséggel lakozik a jövevény, ott adjátok ki az ő örökségét, ezt mondja Jahua Elohim. Erről az örökségről beszél. Ennek az örököseiről beszél Galatákhoz négy. Egyértelmű, hogy a törvény hozzá van ragadva ehhez az örökséget. Aki nem úgy él, az nem örökös, és soha nem is lesz az. Azonban aki úgy él, annak úgy kell élnie, ahogy Izrael népe. Nem élhet közöttük, aki össze-vissza eszik mindent, meg, meg mesztelűn rohangál az utcán, aztán majd ő örökös lesz azért, mert ő az egyházhoz tartozik, és nem, nem is áll vérszerinti leszármazottja. Erről ír az összes vers. A gyám és gondviselő az az, aki irányítja egy gyermek életét, aki segíti az életben. Mi ez? A Tora, az instrukciók. Azonban ő az állat áldozati törvényekről beszélt, hiszen azok voltak azok, amik irányították az ember életét. A törvény az alapja ennek. Ő sosem beszél a törvényre úgy, mint egy, egy, olyan, mint a levegő. Az, az ember nem gondolkozik azon, hogy levegőt vegyen, vagy hogy hány, 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 lélegzetet fogok venni ma, vagy, vagy az elkövetkező három órában, vagy, vagy egyet kihagyok, vagy nem hagyok ki. Ugyanígy van a torával is ez csak van. aki nem a szerint akar élni, az nem része a szövetségnek. Ezt leírta az előbb, Deberim 29, leírta az imént Hizikájel, hogy az egész csapat egy együtt él. Ez teljesen egyértelmű, hogy mindenkire egy törvény vonatkozott. Ez egy logikátlan megközelítés, hogy egyik csoportra ez vonatkozik, a másik meg azt csinál, amit akar. A gondviselő az, aki irányítja. Az áldozati törvény volt az, amely irányította volna ezeket az embereket, hogyha hallgattak volna, azonban ugyanúgy, hogy ma a legtöbb nem hallgatott. Megtanította volna őket arra, hogy a bűn az a halál, azonban nem működött. Nem azért, mert a törvény rossz volt, azért, mert az embernek a szíve rossz, egy Mózes 8. Azért, mert az emberrel van a probléma ez vezette volna. A másik gyám és gondviselő a papi rend volt, azonban ők sem tudták betölteni a funkciókat. Hármas. Azonképpen mi is, mikor kiskorúak valánk, a világ elemei alá voltunk vettetve szolgaként. A világ elemei nem lehet a törvény. Hogy is lehetne a törvény, hiszen a törvény az nem, annak nincs semmi köze a világhoz. A törvény az, ami elválasztja az embert a világtól. De aki nem hiszi el nekem, az megtudhatja Saultól, Rómaiakhoz 7.14, mert tudjuk, hogy a törvény lelki. Nem lehet a világ, hiszen a törvény lelki, de én vagyok testi bűn alá rekesztve. Hova? A világ elemei alá vettetve szolgaként. Kinek a szolgája? A bűnnek a szolgája. Miért? Azért, mert amit cselekszem, nem ismerem. Mert nem azt művelem, nem azt teszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. A lelke és a teste örök harcban áll. Nem azt akarja a lelke, amit a teste szeretne cselekedni. Erről a harcról beszél. Ő testi, ő, aki a világ alá van rekeszve. A törvény az lelki. A törvény nem lehet a világ eleme. A törvény. Jahuától, az atyától jön. Semmi köze nincs a világhoz. Ugyanezt mondja egy Jahukanon második fejezet, ne szeressétek a világot. Se azokat, amik a világban vannak. A világ elemei alá vettetve. Ha valaki szereti a világot, nincs abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, mi a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése. Bújaság és büszkeség. Nem az atyától van, hanem a világból. Ez az, ami alá volt rendelve, a bűn alá. Az állat áldozati törvény volt az, ami gyám és gondviselő volt, és ez a világ eleme. Az, hogy egy világi dologgal megpróbálni megoldani azt, ami tulajdonképpen egy spirituális probléma. Mi történt? Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Elohim, Jahua, az ő fiát, aki asszonytól lett, aki a törvény alatt lett. Hiszen amikor megszületett a Masiák, a megváltó, akkor még a törvény uralkodott, az áldozati törvény, a Yahudim. Ő is mondta mindenkinek, hogy vigyél áldozatot, vigyél áldozatot. De nézzük meg, hogy mi az, amit a fiú tanított. Lukács, vagy Lukás, 5. fejezet, 14. Jahusa, kinyújtván a kezét, illeté azt, ez ugye a bélpoklos, mondván akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozik tőle a bélpoklosság, meggyógyította ezt az ember, számtalan példa van erre. Mit, mit csinál ezután? Megparancsolál néki, hogy a senkinek sem mondja el, hanem eredj el, mutasd meg magad a papnak, vigy áldozatot a te megtisztulásodért, mint Mózes parancsolta bizonságul ő nékik. Azaz vigyél egy áldozatot, hiszen ez a parancsolat, ő még akkor a törvény alatt volt. Az áldozati törvény alatt volt. A tora mindig is van, a tora csak egyszerűen van. Az instrukciók azok csak vannak. Ő erről nem is beszél, ezt nem is érinti. Ő volt maga a köztünk járó, illetve a köztük járó törvény. Hogy beszélhetne az ellen? Arról nem volt szó. Az mindenki számára egyértelmű volt, hogy az van. Az izraelitának és a jahudimnak egyaránt. Az északi-déli királyság. Mindenki tudta, hogy a törvény van. Nem erről a törvényről beszél, aki törvény alatt lett. És látjuk azt, hogy ez is törvényként van kezelve, hiszen Mózes parancsolta a mózesi könyvekben van leírva, különösen a lévitáknak írott könyvben, a hármas fejezetben, vagy ikrában. Ezek a dolgok. Ezért mondta, hogy vigyél el az áldozatot, mert ez a rend. Ötös, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, ki volt a törvény alatt? Izrael népe. Ők voltak azok, akikre elsősorban vonatkozott a törvény azután persze mindenki más, de az emberek nem tudták, mert nem volt, aki megtanítsa őket, hogy elnyerjük a fiúságot. Úgy nyeri el az ember a fiúságot, hogyha a, hit szerint él, ő eljött, meghalt, ő lett az áldozat, a lélek visszatért, és ő az, aki vezet minket. Azért jött, hogy megváltsa a világot a bűntől, nem a törvénytől. Azáltal nyerjük el a fiúságot, hogyha úgy élünk, ahogy ő élt, hiszen az a ruák, ha akkor mely eljön, az ő Nevében az atya elküldi, az elvezet minket az igazságra, és ez által rajta tudunk maradni az úton. 6. Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta a az ő fiának lelkét ruháját a ti szíveitekbe ki ezt kiáltja abba atya. Erről van szó. Erről beszéltünk az imént csak egy perce. Ezért nem vagy többé szolga. Kinek a szolgája, a bűnnek a szolgája, a törvényszegész szolgája. Egy 3 -e nem szeged meg a törvényt. Miért? Mert hiszel, eljön a ruak, vezet téged, ekkor vagy fiú, és akkor viszont úgy élsz, nem vagy többé szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, Jahuának, Elohimnek örököse is másiák által. Ezt az örököst kiveséztük az elején, egyértelmű, hogy miről van szó. Aki úgy él, az az örökös. Aki nem úgy él, az nincs benne a szövetségben, az nem lehet örökös. Ám de akkor, mikor még nem ismertétek Jehuát, Huát, azoknak szolgáltatok, amik természet szerint nem hatalmasságok. Mi ez gyakorlatilag minden vallás kivétel nélkül. Persze ők azt mondanák, hogy ők ismerik, nyilván, mert mondogatják, mert hisznek, mert beinnünk van ez az érzés, azonban a lényeg nem az. A lényeg az, hogy mire vezeti előket ez a ruákakodás, hogyha nem a törvények megismerésére, az atya útjainak keresésére, és az a szerint való életre, akkor nem tőle jött az a ruák. Számtalan van a világon, nem csak az az egyetlen. Úgyhogy az, hogy az ember mit mond, mit érez, mit gondol, az egy külön dolog ahhoz képest, hogy hogyan él és ez hogy nyilvánul meg az ő életében. Aki nem úgy él, az nem ismeri. Attól függetlenül, hogy használja a neveket, a szavakat, imádkozik, olvassa a könyvet, stb azoknak szolgál, amik természetesen nem hatalmasság. Miért? Mert más törvényeik vannak. Az, aki így él, az a törvény szerint halált érdemel. Aki isteneknek áldozik, vagy hatalmasságoknak, nem csupán a huának, megölettessék. Erről beszélik, nem ismerik, ezért tudatlanságukban azokat szolgálják, amik nem hatalmasságok. Ezek azok, amikről beszél a törvény. Második Mózes 32, így szó, mikor látál a nép, hogy Mose késik a hegyről leszállani, egybe gyűl a nép a haron ellen, és mondá néki, kelj fel, csinálj nékünk isteneket, vagy hatalmaságot, kik előttünk járnak. Mert nem tudjuk, milyen lőn a férfiúnak, aki kihozott minket Mészreim Egyiptom földéből. A nép alapvetően tudatlan, meg kell tanulnia, keresnie kell az utat, meg kell tanulnia, kell valaki, aki ezt elmagyarázza nekik. Ezért jött el a másik. Eljött, megmutatta, hogy kell élni, nem csak magyarázott, meg mondogatta, meg olvasta, ő úgy élt. Csinált magának tanítványokat, a tanítványokat elküldte, hogy tanítsák meg a többi embert arra, hogy hogyan kell élni. Ez nem lehet más, mint ahogy ő élt. Mi, miért mondta volna azt, hogy majd ha meghalok, akkor más ez, nem mondom el nektek most, hanem majd akkor, elküldök egy újabb adag embert, aki majd elmond egy teljesen másfajta hozzáállást. Te logikátlan az egész. Ő elküldte azokat az embereket, azok ott csináltak újabb tanítványokat, aztán azok újabbakat, 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 és elterjedt. Azonban már ez az egész egy ilyen korcs verzió lett, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és mindent lehet csinálni, csak a törvényhez hozzá nyúj, mert akkor te átkozott vagy. Az ember a kezdetektől fogva hajlott arra, hogy bármi más szolgáljon, mint az atyát, hiszen senki másnak nincsenek törvényei. Csak ő neki. A törvény sosem volt megkérdőjelezve ezek által az emberek által. Ezek tudták, hogy a törvény maga a szövetség, ők más törvényekről beszélnek. Más értelemben beszélnek a törvényről. Kilences most azonban, hogy megismertétek az atyát, Jahuát, sőt, hogy megismert titeket, Jahua, miként tértek vissza ismét az erőtlen és gyarló elemekhez, amelyeknek megint újból szolgálni akartok? Nézzük meg még egyszer 8-as. Nem ismertétek, akkor mindenféle limlomoknak szolgáltatok. Most, hogy megismertétek, sőt ő is megismert titeket, most megváltozott a helyzet. Mit jelent az, hogy megismerni? Egy jehukanon 5, 2, abból ismerjük meg, hogy szeretjük Elohim gyermekeit, hogyha az Elohimet szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Ez az út hozzá. Így lehet őt megismerni. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük, hogy a parancsolatait megtartjuk. Mert az, Jahua szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Akkor mi az, hogy ezt nem lehet megtartani, meg senki nem tudta megtartani, meg ez egy átok, meg ez egy rabság, meg ez el van törölve? Most mondja, hogy úgy lehet megismerni, hogyha az ember úgy él. De nézzük a négyes verset, Egyehukonon négy. 5-4. Mert mindaz, mindenki, ami Elohimtől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Miben? A más siákban ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jehúsá, Elohim, Jehova, fia. Leírja négy versszakban, mi az ember teendője. Ha ismerjük őt, az ő szeretete az, hogy megtartjuk a parancsolatait. Ezek nem nehéz dolgok. Mindenki, aki elohim született, legyőzi azt az érzést, amiről Saul írt, hogy van benne ez a harc, a bűn és a törvény, a spirituális és a világi, és aki legyőzi ezt, az azért győzi le, mert hisz a másiákban, az ő áldozatában, és ez által üdvözlő. Erről beszél itt Saul is. Most, hogy megismertél, most, hogy tudjátok, hogy mire való volt az áldozat, mi a helyes út, hiszen ő bemutatta, hogyan kell élnetek. Sőt, ő is megismer ez által benneteket, hiszen ez az ő útja, aki így él, az az ő gyermeke. Erről beszél itt hogy az ő gyermekeit szeretjük. Az az ő gyermeke, aki így él. Miként tértek vissza ismét az erőtlen és gyarló elemekhez, melyeknek megint újból szolgálni akartatok? Mi volt ez? A világ elemei alá voltunk vettetve. Már kiderült, hogy a törvény az lelke. A törvény nem lehet a világ eleme. Erről beszél itt is. A parancsolat nem a világtól van. A parancsolat segít legyőzni a világot. A hit által. Saul nem arról beszél, hogy visszatérsz, azt megpróbálod most már nem megölni minden embert, akit utálsz, meg, meg, lefeküdni mindenkivel, meg megcsalni, meg hazudni, meg lopni. Az hogy lehetne a világtól, ha valaki nem csinálja azt? A törvény többi része van a világtól. Az áldozat arról beszél, az, hogy visszatérni a vezetőkhöz, akik nem értik, az ő parancsolataikhoz, az ő vezeté, miért tész vissza a világhoz, mikor itt van a spirituális, a fiú, a belevetett hit elegendő lenne, amelyeknek megint újból szolgálni akartok. Ez nem lehet a tora. Tízes, megtartjátok a napokat, hónapokat, időket, meg esztendőket. Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam, körültetek. Nem beszélhet arról, ami a torában van, már nyilvánvalóvá tett, hogy nem arról beszél. Azokról a napokról, azokról a rendszerről van szó, amit ezek a farizeusok promótálnak ott, ami az ő hagyományaik, melyeket Babilóniából elhoztak, amelyeket ma a judaizmus tart, az, hogy minden héten van egy ünnep, amit ők kitaláltak. Minden ünnep, valami pogány szokás, minden hónap neve az, az egész rendszer egy emberi hagyomány. Gyakorlatilag a judaizmus ennek a továbbélése ma, az, amit ma idézőjében zsidónak hívunk, az tulajdonképpen a Talmud, a Mishnah, az egy pogány hagyomány, egy babilóniai kultusz, mely az égi testek körül forog különösképpen a hold. Még mindig ezekhez akartok visszafele menni? Azt mondja, hogy visszatérni a világhoz. Ezek, ezek jelentik számára. Ez volt az egyik probléma, gondolom én, a galátabelieknek. Nem tudjuk, hiszen nincs itt leírva, hogy mire válaszol ezzel a levél, vagy milyen, prób milyen problémát próbál megoldani azzal, hogy ír. Ha nem tudjuk azt, akkor nehéz százszázalékban értelmezni. De gondolom ez volt az egyik probléma, hiszen azt mondja, hogy miként térnétek vissza. Ezek szerint vissza akartak térni. Azt mondja, hogy, hogy hiába fáradoztam, akkor ezek szerint már volt egy munka, elindultak az úton, most meg próbálnak visszatérni egy másik fajta úthoz. Úgyhogy így ki lehet következtetni, hogy mi a probléma. De meg kell érteni mindenkinek, hogy ez egy levél. Valamilyen problémát próbál megoldani, vagy válasz valamilyen kérdésekre. Feltételezem, hogy ezek a napok, hónapok, idők, ezek voltak. Nem lehetett az atya napjai, hiszen az egy jel közte és köztünk. Jahua ünnepei az egyik jele annak, hogy mi szeretjük őt. Azt mindenki érti, hogy ne lobd, ne csaj, ne hazudj, ne... az az emberekhez viszonyuló életforma. Az az emberekkel való kapcsolatunkat jellemzi. Van egy kapcsolat, ami az atyához fűződik. Erről elfeledkezik a legtöbb ember. Hogyan szeretjük őt? Úgy, hogy ülünk és mondogatjuk, hogy szeretjük. Úgy, hogy engedelmesen megtartjuk, amiket ő mondott. Azt mondta, elmondta, hogy mi az, amit lehet enni, különben megszentségtenéded magad. Akkor én úgy élek. Elmondta, hogy mik az ő ünnepei. Akkor úgy élek. Különösen akkor, mikor ott 31-es fejezetben erre figyelmeztet. Szóla Jahua Mosénak mondván. Nem Mózes törvényei, nem a zsidók. Jahua az atya így szól Szói Szólj a Jesrál fiainak mondván. Az én szombatimat megtartsátok. Nem egyet, többet. Három Mózes 23 leírja ezeket a szombatokat. Uaikra 23-as fejezet erről a szombatokról szól. Az én szombatimat megtartsátok. Mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre. Örökké! Hogy megtudjátok, hogy én vagyok Jahua, aki titeket megszentellek, vagy elválasztalak a világtól. Mert te ezeket az ünnepeket tartod az én tiszteletemre, mert én azt mondtam. Te nem mész a saját fejed után, a keresztények után, a judaizmus után, az iszlám után, a buddhisták után, a pogányok után, te azt csinálod, amit én mondtam, ez a jel én közöttem és ti köztetek. Az, hogy nem lopsz, nem csalsz, nem hazudsz, nem csalod meg a feleséged, meg másét, meg mindenkit, az az emberekhez fűződő viszonyod. Ez, ami felém a kötelességed, ha te azt akarod, hogy én elfogadjalak úgy, mint gyermekemet és mint örökösömet. Ez egy jel köztem és ti köztetek. Nem azt mondja, hogy örökre, szóval nem lehet azt mondani, hogy ja, ez az örökre, ez csak egy idő időtartami. Nemzetségről nemzetségre. Ennek soha nincs vége. 14. Megtartsátok azért a szombatot, a sabátnapot, mert kodes szent az Ez a nap szentel meg minket. Ő tudja, hogy az övéi engedelmesek, és ezen a napon azt csinálják, amit ő az ő dolgaival foglalkozok. Azzal a viszonnyal foglalkozok, ami köztünk és közte kialakulhat, ha engedelmesek vagyunk. Két része van a törvénynek. Arról, hogy szerezje a huát, a te hatalmasságodat, teljes erődből, teljes szívedből, teljes lelkedből, arról elfeledkeznek az emberek. Ez az egyik jele annak, hogy mi az ővéi vagyunk, hogy az ő szombatait megtartjuk. Úgyhogy Sául itt nem beszélhet erről. Ő nyilván az emberek hagyományairól beszél, hogy az egyértelművé is tette. Minek térsz vissza ahhoz, amit ezek a bolondok elkezdenek neked magyarázni? Karácsony, húsvét, anyák napja, Valentin nap, nyúltojás, sonka, meg ezek a dolgok. Fölösleges ezekkel foglalkozni. Akkor hiába fáradoztam, hiába tanítottalak benneteket. Legyetek olyanok, mint én. Egyetek disznót, meg nyulat, meg mindent össze-vissza. Én nem hiszem, hogy ő ezt csinálta. Ő úgy élt, ahogyan a más siák élt. Olyan nincs, hogy a halála után megváltozott. Nem, olyan nincs. Ezt ő nem mondta soha, sehol. Mert én is olyanná lettem, mint ti, atyámfiai. Kérlek, titeket semmivel sem bántottatok meg engem. Tudjátok pedig, hogy testem erőtlensége miatt hirdettem néktek a jó hírt először arról beszél, ami ugye ebből a szövegkörnyezetből nem derül ki, de a könnyű olvasatóból kiderül, hiszen jól tudjátok, hogy először a betegségem miatt maradtam tovább, és hirdettem nektek az örömüzenetet. Ezek szerint a kalatáknál ott maradt azért, mert valamiféle betegség beesett. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amikről beszéltem, hogy egyrészt nem derül ki a nyelvezet miatt egyértelműen, másrészt nem ismerjük a történelmi hátterét annak, hogy mi történt akkor, amikor ő ott volt. Ezek szerint beteg volt, ott kellett maradnia, és ezért tudta nekik elmagyarázni a jó hírt, a besorát jobban. Úgyhogy ez a betegség volt, ami ott tartóztatta őt először, megkísértetvén testemben, azaz ez a betegség miatt ők nem utasították el a galata beliek, és nem is utálták meg, annak ellenére, hogy ez egy terhet jelentett számukra. Hanem úgy fogadták előtt, mint Jahuának egy angyalát, mint másiak Az Azaz elfogadták azt az üzenetet, amit ő közvetített. Semmivel sem bántották meg eddig, azaz nem adtak okot panaszra, elhittek mindent, amit mondott, és úgy is éltek, legyetek olyanok, mint én. Eddig ezt csinálták, most azonban valami megváltozott. Próbálnak visszatérni az erőtlen gyarló elemekhez. Mi ez? A világi életmód, a világ törvénye, az áldozati törvénye, a farizeusoknak a parancsolatai ezekhez próbálnak visszatérni. 15. Hová lőn tehát a ti boldogságotok, mert bizonyságot teszek néktek, hogy ti, ha lehetséges volna, szemeiteket kivájván nékem adtátok volna azt. Azaz, hova tűnt az a lelkesedés? Hova tűnt az az életforma, ami akkor volt, mikor ő még közöttük járt? Mi történt velük? Kik a boldogok? Máté, Máté, Jahó 5 fejezet 3-11-ig elmondja. A lelki szegények, mert övék a mennyek országa, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. A szelidek, mert ők örökségű bírják a földet. Ez az örökség ismét. A szelid az, aki úgy él a parancsolatok szerint, mint a másiák. Ő az, aki az örököse lesz. Akik a törvények szerint élnek. Akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot. Mi az igazság? Az ő szava. Zsoltárok 119, 30, 34, Zsoltárok 119, 142 vagy 152? Ez mind az igazságról szól, és azt mondja el, de Ézsaiás 51, 7 szintén ezt mondja el. Mert ők megelégítetnek az irgalmasok, akiknek szívök tiszta, a békességre igyekezők, akik háborúságot szenvednek az igazságét. Mi az igazság az ő szava? Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellentek. Én érettem. Ezek a boldogok. Ők ilyenek voltak, és próbálnak visszatérni a világ dolgaihoz. Ugyanerről beszél Jesi Yahoo 51. Hét. Hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot. Mit? Az igazságot? Ki ez? Te népkinek szívében van a törvényem. Ez az igazság, akinek a törvénye a szívében van. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségben esetek. Miért? Mert mindenki mindenféle dolgot fog rád mondani, hogyha te előállsz azzal, hogy már pedig szerinted a tora szerint kell élni. Ugyanezt mondja itt is. Boldogok akkor, ha szidalmaznak és háborgatnak, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Ki ez, Jehusa, ha másja? Ki volt az a megtestesült szó, aki köztünk járt? Mi a szó? Az igazság. Mi az igazság? Az ő törvény. Azt mondja itt is, hogy ne félj, azt mondja itt is, hogy ez vezet a örökséghez. Úgyhogy ezt ők elvesztették, mert visszatértek a világhoz. Ez volt a probléma. Erre próbálja őket figyelmeztetni. Kiválták volna a szemüket. Úgy, ahogy a másiák mondta, hogy ha, ha, a törvény megszegésére készített a szemed, akkor inkább vájt ki. Ők ilyenek voltak. Ők megtették volna, hogyha arról van szó. Ennyire Próbáltak járni az utat. Mi történt most? Tehát ellenségetek lettem én, megmondván, megmondván néktek az igazat. Azaz most már nem kedveli, gondolom voltak, akik zúgolódtak. Most már ellenségetek vagyok. Azért, mert elmondom nektek, hogy, hogy rossz úton jártok, nem szépen buzgolkodnak érettetek, sőt minket ki akarnak rekeszteni, hogy mellettök buzgolkodjatok. Kik ezek a farizeusok, akik beszivárogtak? Ugye az előbb már leírta egy korábbi szakaszában a, versnek, hogy, hogy ebbe a gyülekezetbe beszivárogtak azok az emberek, akik egy másik utat hirdettek. Pontosabban Galatákhoz második fejezet négyes belopózkodott hamis atyafiakért, kik alattomban közénk jöttek, hogy kikémlejék a mi szabadságunkat. Eze és minket szolgákká tegyenek szolgákká tegyenek. Hogyan? Úgy, hogy visszavezetnek minket a hamis útra, vagyis őket visszavezetik a hamis útra. Hiszen az a szolgaság, a bűn szolgálja. Vagy a bűn szolgálja az ember, vagy a másiák útján él, és az a, ször, a törvény szabadsága. Mellesleg még annyit, hogy most az ellenségetek lettem én, hogy figyelmeztetlek benneteket ezzel kapcsolatban, hogy Hizikája 3 vagy 33-as fejezet szintén erről beszél, Őrálló lattalaként téged is a házának, hogyha szót hallasz a számból, incs meg őket az én nevemben. Ez az ember feladata, aki tudja az igazságot és látja, hogy az emberek nem azon az úton járnak. Annak ez a feladata, ezért mondja, hogy ellenségetek lettem én, hogy megmondom az igazat. Persze, hogy nem. Ha ezt mondom, a hitetlennek, halának halálnak halálával halsz meg. És te őt meg nem inted és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjára. Mi a gonoszság a törvény megszegése? 18 18.21. Hogy éljen, az a gonosz tevő, az ő védke miatt hal meg, de a vérét a te kezedből kívánom meg. De ha te megint tetted a hitetlen, és ő meg nem tért a hitetlenségéből, és gonosz útjáról, mi az igazság útja? Zsoltárok 119.30.34 Törvény, bizonsága, rendelései, ítéletei, maga a tora. Az ő, az ő védke miatt meghal, de te megmentetted az életed. Ez az ember feladata. Erről beszél is Saul, ő azt csinálja, ami az ő feladata. Ezért miért ellenségeskednek vele? azok, akik beszivárogtak Galatákhoz 2-4, azok ki akarnak minket rekeszteni, azaz azt mondják, hogy mi nem az igazságot mondjuk, menjetek vissza arra az útra. Szép dolog pedig fáradozni a jóban mindenkor, és nem csupán akkor, ha köztetek vagyok. Azaz nagyszerű dolog mindig azon az úton járni, nem csak akkor, amikor én ott vagyok, és figyelek rá. Amint kiteszem a lábam, ti mentek vissza ezekhez a bolondokhoz. Sajnos az a probléma, hogy az ember kíváncsi és meghallgatja ezt, meghallgatja azt, ez ezt mondja, az azt mondja, összezavodik, és aztán elkezd járni a saját feje után. Mint hogyha az egyszerű dolgot megérteni. Térj meg, kövesd a torát, és ez az élethez vezet. Ennyi az egész. Azt mondja, hogy miért nem így jártok, hogyha egyszer nem vagyok ott, mikor azt csináljátok, mikor ott vagyok. Gyermekeim kiket ismét fájdalommal szülök. Azaz újra át kell esni ezen, újra el kell magyaráznom nektek, míg nem, míg lenn kiábrázolódik bennetek a másiak. Egészen addig, amíg olyanok lesztek, mint ő. Azaz mi azt az ábrázatot töltjük majd, amilyen ő volt. Erről beszél, hogy addig dolgozik, amíg a lélek el nem vezet minket arra az útra, ugye ezt megbeszéltük, hogy mi az az út és mi, mivel jár, ezáltal mi olyanok leszünk, mint ő. Azt az ábrázatot öltjük fel, milyen volt ő. Korintusi, másik Korintusi négyes így szó. Ha mégis leplezett a mi jó hírünk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akikben e világ hatalmassága megvakította a hitetlenek elmét, hogy ne lássák másiak dicsőséges jóhírének világosságát, aki Elohim képe. Azaz, kirajzolódik bennünk a másiák képe, aki maga az atya, Jahua képe. Hogyha a cél az, hogy olyanok legyünk, mint a másiák, ő pedig olyan volt, mint az atya, akkor az a cél, hogy olyanok legyünk, mint az atya, végső soron. Persze én értem, hogy nem tudunk olyanok lenni. Ő azért adta az instrukciókat, az, az, ami megszentel minket, ezt megbeszéltük már számtalanszor. Aki megszenteli magát, az olyan, mint ő. Legyetek szentek, amiként az atyátok a mennyekben is szent ír a, a tora vezet el erre az útra. Az lenne a cél, hogy olyanok legyünk ebben a primitív formában, amilyen ő ott az ő jelenlegi formájában. Kolosséjakhoz ugyanezt írja. Kiben van a mi váltságunk az ő vére által, hiszen ő az áldozat a véreink, a bűneinket. A bűneinknek bocsánata. Ugye ő az, aki bevetett hitünk által, elfogadja a az áldozatot, és megszabadít minket a bűneinktől. Nem azt mondja, hogy azt csinálunk, amit akarunk, hanem a tudatlanságban, gyengeségben elkövetett bűnöket, illetve a régi bűneinket elfelejti, ha úgy élünk. Aki képe a láthatatlan Jahuának, vagy Elohimnek, minden teremtménynek előtt született. Szóval Saul egyértelművé teszi, hogy a másiák Elohim képe, és ő született valamikor. De ez egy másik kérdés. A lényeg az, hogy ő a képe az atyának. Itt is arról beszél, hogy aki Jahua képe. Galatákhoz arról beszél, hogy ti bennetek ábrázolódjék ki a másiák. Hogy olyanok legyetek, mint az atya. Ez által. Akkor nem beszélhet másik törvényekről. Az atya nem változik meg. Malakiás 3-6. Én Jahua meg nem változom. Ha ő nem változik meg, akkor nem változtat meg a törvény. 20. Szeretnék pedig most köztetek jelen lenni és változtatni a hangomon, mert bizonytalanságban vagyok felületek. Azaz nagyszerű lenne, ha ott tudnék lenni és segíteni tudnék a valóságban, hiszen akkor valószínűleg hatékonyabb lenne ez az egész. Azonban így nem tudja, hogy mi történik, hiszen nincs ott, nem tapasztalja, csak kapja a levelet, Amiben feltételezem, figyelmeztetik arra, hogy ezek a galáta belék össze vissza mindenféle dolgot csinálnak, csak azt nem, amit kellene nekik csinálni, és nem azon az úton járnak, amin elindultak. 21. Mondjátok meg nékem. Kik a törvény alatt akartok lenni. Nem halljátok él -e a törvényt, ezek szerint két törvényről beszél. Mondjátok meg, de ezt el egyértelművé fogja tenni a Hegár és sára példázatában, akik törvény alatt akartok lenni. Nem halljátok é a törvényt. Azaz, van egy törvény, ami alatt ők akarnak lenni, és közben nem figyelnek egy másikra. Miért nem figyelnek? Vissza akarnak térni a világ elemei alá. Az erőtlen gyarló elemek alá. A test alá. A törvény alá, az áldozati törvény, a farizeusok rendszere alá. Nem értitek, hogy a törvény mit mond. Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, Ismál és Hicak. Egyik a szolgálótól, a másik a szabadtól. Az Agár vagy Hagár, a szolgáló, ugye azt is jelenti a neve, a jövevény, Hagár, és a másik a szabadostól, a másik pedig a szabadtól, Sárától. Az volt az ígéret útja. Beresít 21-es fejezet, mert fogad Sára az ő méhében, szüle fiat Ábrahámnak az ő vénységében, abban az időben, melyet mondott valanéki Elohim. Ez az, amiről beszél. Sára volt a felesége, és Hágár volt a szolgáló. Ez ugye egyecsák vagy izsák? A másik pedig a szolgáló. Beresít egy múzes 16, mondta azért Sára Ábrahámnak, Iméje e bezárolta az én méhemet, hogy ne szüljek, kérlek, menj be az én szolgálomhoz, talán azáltal megépülök, és engede Ábrám sárának, és ezután ugye ebből született Ismá. Az egyik a szabad való, amit Jahua ígért, ez Izsák, a másik pedig az, amit ők összehoztak a hitetlenségük miatt, ez pedig Ismál. Hiszen ők nem gondolták, hogy majd Jahua kegyelmez nekik, és lesz egy saját gyermekük. Ez a két ez a két gyermeknek a szembeállítása, az egyik a hitetlenség, az ő saját cselekedeteik, a másik pedig a hit, azaz, hogy mind a kettő elhitte, hogy majd igenis Jehua segíteni fog nekik, és ezáltal született Izsák. Ez a kettő szembeállítása. 23. De a szolgálótól való test szerint született az a világ dolgai, a világ erőtlen elemei, az áldozati törvény. A szabadostól pedig az ígéret szerint a hit által született. Ezek mást példáznak, mert azok a két szövetség. Az egyik a sínai hegyről való, szolgaságra szülő ez hágár, azaz a kőtáblára törvények egyrészt, amit az ember követ gépiesen, hiszen nem volt hite, hiszen a saját feje után akart menni, másrészt az áldozati törvények, melyek a törvény cselekedetei lettek volna, amelyek nem voltak képesek az embert a bűnért megváltani. Ez a sínai hegyről való. A szolgaságra visz, hiszen ehhez nem kell hit, ehhez csak meg kell cselekedni azt, ami le van írva. Ezért mondja, hogy ez a szolgaságra szülőt szül, mert Hágár a sínai hegy Arábiában. Hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál. Olyan, mint, ez, mint ti vagytok itt most. Mint ez a hely. Hogy senki, ne nek nincs hite, mindenki csak csinálja, amit kell, csinálja, amit nem kell, amit hozzáadtak a farizeusok, plusz próbálja az áldozatok által elérni a Jahuát. Az atyát. Ugyanúgy, ahogy sára, és Ábrahám próbálta a saját erejéből létrehozni azt az örököst, akit úgysem fogadott volna el, hogy teljesen mindegy, hogy ők mit csinálnak. Ugyanezt próbálják ők is. Mennek vissza ezekhez az emberekhez, az ő parancsolataikhoz, az áldozatokhoz, próbálják ez által járni az úton. Mikor megmondta, hogy nem így kell. Minek csináljátok, mikor megmondta. Ezért hasonlítja, ehhez a Jeruzsálemhez, ami itt van de a magasságos Jeruzsálem az szabad. Ez minnyájunknak anyja. A magasságos pedig az, ami le fog jönni. A királyság az, amiről beszél. Ez a magasságos Jeruzsálem. Higelő jelenések könyve 3.12 és 21.2. Aki győz, oszloppá teszem azt az én hatalmasságomnak templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre áll az én hatalmasságomnak nevét, és az én hatalmasságom városának nevét, az új Jeruzsálemét, mely az égből száll alá az én hatalmasságomtól, és az én új nevemet. Ez az új Jeruzsálem. Aki hisz, az az, aki eljön oda. Ez, ami itt van a földön, ez nem működött, ezért pusztította el. Másik, és én Jehokanon látám a Szent Kodes várost, az új Jerusálemet, mely Elohimtől szála alá a mennyből elkészítve, mint a férje számára felékesített menyasszony. Ez az, amiről beszél. Ez szabad. Ez a hit által való élet, a Ruach Hakodes vezetése nem a törvénytelen élet, a törvények, az instrukciók, a Torah követése, a ruach HaKodesh vezetésével. Nem erőből, nem ami a kőre van írva, nem az áldozatok által, nem az emberek parancsolata által, hanem egy a Yahusha Hamásia követése, a ruach HaKodesh, a Szent Szellem vezetésével. Mert meg van írva, ujjong te ki nem szűsz. Vigadozzál és kiátsz, Ki nem vajudol, mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek férje vagyok. Az az újjong. Hiszen elérkezett az, amikor te is elkerülhetsz oda. Mindenféle állatáldozat nélkül, mindenféle közvetítők nélkül itt a földön. Megvan a lehetősége. Az elhagyott magzatja, ez ugye természetesen a, az északi királyságra utal, akiket ő, akitől elvált és száműzte őket, elsősorban ezeket hívta vissza, ezért mondja, hogy az elhagyott magzatja. Sokkal többen voltak azok, akik a hit által szerettek volna visszamenni, mint azok, akik követték volna ezt a robot útvonalat. Erre utal itt, hogy vigadozzá, örülj, itt van az, amiről szóltak a proféciák. Eljött a lehetőséget, hogy visszatérj oda. Mi pedig, atyám fiai, Jicák szerint ígéretnek gyermekei vagyunk. Erről ugye már volt szó. De valamint akkor a test szerint született üldözte a ruach szerint valót, úgy most is. De mit mond az írás? Ezek szerint számára ez még mindig írás, hiszen ő most ugye visszauta a a Torára, a Mózesi könyvek. Ő még mindig erre úgy tekint, mint írás. Nem úgy, mint Ó, ó testamentum, vagy rabság, vagy átok számára ez még mindig az írás. Üsz ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával. Vagy ezt az utat járod, vagy azt az utat járod. Megbeszéltük, hogy ki az örökös, mi az örökség, hogyan lehet oda eljutni. Vagy ez, vagy az az út. Erről beszél Beresít 21-es fejezet 8 13 -ig. Felnevekedik a gyermek, Ismál és jicak, és elválasztaték. Ábrám pedig nagy vendégséget szerz azon napon, melyen jicák elválasztaték. Mikor pedig Sára nevetgélni látá az egyiptombéli Hágának fiát, kit Ábrámnak szült vala, mond Ábrámnak. Kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös e szolgáló fia az én fiammal, Icakkal. Ez az, amire visszauta. Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszik a -e dolog az ő fiáját. De mondta Elohim Ábrahám, ne lássék előtted nehéznek a gyermeknek és a szolgálónak dolga. Valamint mondnék egy sára, engedjező az szavának, mert jicákról neveztetik a te magod. Ez újra az az ígéret, amit már annyiszor hallottuk. Mindazáltal a szolgáló lány fiát is néppé teszem, mivel hogy a te magod ő. Ő nem lesz az örökös, de nagy nép lesz. Boldogulhatsz a földön, csak nem jutsz el a királyságba. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, a hit nélküli élet fiai, hanem a szabadoséi, a hit által vezetett. Százszónak is egy a vége, amiről Saul itt beszél, az nem törvény a hit ellen. Az a hitetlen életmód, a hit általi vezetéssel szemben. Vagy úgy él az ember, hogy próbálja az egészet a saját feje után menve megoldani, vagy pedig követi a más siák példáját. Itt a hit és a hitetlenség van szembeállítva. Az, hogy ők megpróbáltak egy utódot összehozni a szolgálóval, mert nem hittek, van szembeállítva azzal, hogy elhitték a végén, és igenis, annak ellenére, hogy már nem tudott volna fizikálisan, öreg volt, annak ellenére létrejött. Ez a kettő közti különbség. Hit és a hitetlen. Nem a törvény és a hit van szembeállítva. A törvény soha nem volt kérdés senki számára. A tora inkább úgy fogalmaznék, az instrukció. Soha nem volt kérdés ezeknek az embereknek, hogy az alapját képezi. A szövetség maga a tora. Remélem, hogy hasznosak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és hallelujah!